Tökéletes sminkkel rendelkező kismama közvetlen a szülés után, kockahasú anyukák pár héttel azután, hogy világra hozták a gyereküket. Ilyen képek uralják manapság az internetet. Szabó Patricia újságíróval és Konkoly Ágival arról beszélgetünk, miért terjed el manapság ennyire az a trend, hogy a kismamák közvetlen a szülés után egyből régi alakjukat szeretnék, hogy tündököljenek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Alakjukban, alakjukon. Ez az én témám, tehát én ebben vagyok. Nem tudom, mit keresel, hogy te kockahasú. kockahas nem érint a kismamaság. Hát korban sem vagy már ott, ahol kéne. Pedig szeretnéd? Na mindegy, azért megtartunk. Jó reggelt kívánok! Hát tudjátok, hogy én ennek én lovasa vagyok, és abszolút ez ellen kampányolok, hogy azért mutassuk meg, hogy nem mindig kockahassal és gyönyörű sminkben kell, hogy kilépjünk a szülőszobáról. Ti erről hogy vélekedtek, csajok? Hát én mondjuk utólag visszanézve a saját képeimet, sok minden volt ott, csak tökéletes még nem. De én eleve azt gondolom, hogy nyilván persze egy nő szeretne szép lenni, meg jól kinézni, de a szülés nem az a dolog, ahol kifelé kéne figyelni, hanem befelé. Tehát, hogy ez egy másról szóló dolog. Én azt hiszem, talán valami hóemberes hálóinkba sikerült világon. De az milyen cuki. És hát sok minden volt, csak szelfizés, nem? Ági? Én is azt gondolom, hogy nem annak van akkor ott az ideje. Elmentem kozmetikushoz és fodrászhoz a szülés előtt, tehát én azt gondolom, hogy legyen ápolt és igényes egy nő. De egy bizonyos határig, tehát amikor én szültem, és utána hazamentem az újszülött kisbabámmal, örültem, hogy élek, és hogy el tudom látni a szükségleteit, hogy szoptatnom kell, és abszolút az utolsó utáni dolog volt az, hogy én hogy nézek ki. És nem az a szomorú, mert én nem szeretnék ítélkezni, és tényleg bírálni senkit, csinálja mindenki úgy az életét, ahogy szeretné, csak az a szomorú, hogy fiatal lányok bálványoznak olyan, nem tudom én, ilyen fiktív, kitalált élettel rendelkező Instagram és Facebookos kismamákat, én Instamamik, úgy hívjuk őket, hogy nagyon szomorú. És de ez a második ilyen kifejezés, ma van a paramami és az Instamami. Két szót tanult ma Laci. Ez egy beavatósnak. És ez a probléma, hogy van egy kislányom, és lesznek még gyerekeim, és egy ilyen világban fog felnőni, és én féltem a kislányomat ettől a világtól. Hogy ez lett a példa neki? Hát igen, igen, mert hogy a fiatalokra nagyon nagy hatással vannak hát ugye a közösségi média, a külvilág, a társai, és én vallom azt, hogy az a legfontosabb, hogy milyen a család, és milyen értékeket képviselünk mi, és milyen példát tudunk neki mutatni, de sajnos a fiatalokra nagyon nagy hatással van a média. Szívemből a közösségi szólsz. Média. Igen, de ez sajnos megállíthatatlan, én azt gondolom, nem, lányok? Hát most megnézed a tiniket, akkor csak ezt látod, tehát hogy végig ömlik így sétálnak, otthon így van, tehát csak ezt nézik gyakorlatilag. Már képen is se. Látjuk, igen, egyébként, igen. Valakinek tényleg erre van ideje, az úristen. Meg hogy felmerül a kérdés, hogy ez valóban neki jó, vagy azért csinálja, mert én jól érzi magát? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, főleg Amerikában élnek, iszonyatosan kifelé. Tehát, hogy... Ez nálunk akkor nem annyira jellemző még? Tehát... Jellemző azért már, mert nagyon sok olyan van, hogy aki pontosan tudja, hogy mikor fog szülni, és Jézus, nem orvosi okok miatt. Tehát, hogy kéri, hogy mikor legyen a szülési időpontja, tehát azért van már ilyen, de hát itt sok mindenről szól ez a dolog, csak a gyerekről nem. Mindenketten nagyon csinosak vagytok, az, hogy mondjuk visszanyerjétek a régi alakotokat szülés után, az mikor kezdett el titeket foglalkoztatni? Nekem az volt a maximum, amit tettem, hogy viseltem ilyen hasleszorított néhány hétig, azt is azt hiszem néhány órára, mert azt gondoltam, hogy jól letudtam egy ilyen dolgot, köszi, meg volt, hello. Pipa, azt én is, igen, az has leszorított, azt használtam, alkalmaztam. Hát én megfogadtam, hogy 6 hét után majd fogok tornázni, és amikor még ugye nem tudtam, hogy mivel jár ez az egész, hát az utolsó gondolatom volt, tényleg. Nem mindent kívántál, csak tornát, nem igen. Igen, és egyébként én mindig is sportoltam, úgyhogy a jó közérzethez hozzátartozik nekem, hogy a sport, hogy mindig mozogjak. Egy 3-4 hónap után kezdtem el átmozgató, de nem edzést, tornákat csinálni otthon. Tényleg 5-10 perc volt, hogy egy kicsit jobban érezzem magam, úgy fizikailag is átmozgassam magam. Aztán 9 hónap szoptatás után kezdtem el már tényleg úgy futni, és tényleg úgy foglalkozni magammal és sportolni rendszeresen. Titeket frusztrál egy ilyen kép, mondjuk egy kockahasú, 3 napos kisbabával otthon lévő anyuka? Vagy nem foglalkoztak? Igen, abból a szempontból zavar picit, de nyilván elfogadó vagyok, hogy ez egy rossz példa másoknak. Tehát, hogy pont a szülés az egy olyan dolog, amikor egy nagyon labilis lelki állapot, tehát mindannyian, akik szültünk, már tudjuk ezt, hogy elég érzékenyek vagyunk. És hogyha én nem annyira érzem jól magam valamiért, akkor az lehet, hogy zavarul lehet egy olyan anyukának, aki nem tudom, össze-vissza van a haja, meg nem tudom én, hogy a másik milyen jól néz ki. Nyilván ezt is meg kell tanulni kezelni, hogy ez egy másik fajta világ, tehát az instamamik és az instalányok mindig hosszú lábuk van, meg mindig nagyon szépen vannak isminkelve, tehát ott real life az nem sok van.
És nagyon jó filtereket használ. Hát persze, azért ne felejtsük. És tudod mi a gáz, hogyha összefutsz vele az utcán? Igen, meg sem ismered. Filter nélkül azt se tudod, hogy ki ő. Egyébként igen, ennek tényleg ez a veszélye, hogy néha az ember rájuk tud csodálkozni. Nyilván mindenki szeretne szép lenni, meg tetszeni, tehát hogy ezt azért ne felejtsük el, csak azért okosan. Megoldás lehet az, hogy mondjuk olyan emberek állnak ki, mondjuk az igazi testem megmutatása mellett, akik mondjuk ilyen véleményvezérek, tehát hogy mondjuk ennek lenne egy ilyen térhódítása, amit egyébként most már látok szintén, tehát hogy tök sok anyuka megmutatja, hogy egy picit mondjuk... Hogy nem tökéletes. Igen, nem legókockával szültél. Igen. Tehát hogy pontosan mellé állítani azt az a azért, másik mert vonalat. Tudsz azonosulni, tehát hogy azt érzed, hogy igen, tehát hogy más is néz így ki, nem bennem van a hiba, tehát hogy ez egy természetes dolog. Tehát emlékeztek, amikor azt hiszem a Kate Middleton, amikor szült, akkor utána mert hogy miért ilyen nagy a hasa, és így, hát azért, mert szült. A pöttyös ruhában. Igen, tehát az nem az van, hogy kiveszünk onnan egy 3,5 kilós cuccot, és egyszer csak puff, visszaugrik minden. Hanem annak azért kicsit hosszabb a folyamata. Igen. Hát egyébként ez jó, amit mondasz, tehát hogy egy-két népszerű, országosan ismert hölgy, aki babát vár, az egyszerűen oda teszi magát úgy, ahogy igen, vagy egy stria megmutatás, vagy egy olyan, amivel az ember sors közösséget tud vállalni. Igen. Egyébként szerintem nekünk nőknek talán még inkább támogatást adhat. De mindazonáltal vannak azok, akiket pedig pontosan az inspirál, hogyha mondjuk látnak egy tökéletes hogy alakot. Hogy valaki elkezd edzeni. Igen, szóval, hogy ezért nem lehet ebben igazságot tenni. Igen, mindig azok vannak többen, tehát még mindig azok vannak többen, akik a tökéletességet szeretnék megmutatni. Igen, és azok is vannak többen, akik szerintem a tökéletes nőket követik inkább. Igen. De ez miért kínozzuk magunkat? Ez egy jó kérdés. Ó, de jó lenne, most indul a beszélgetés. Igen. Hát erre milyen kíváncsi lennék így hármatoktól, hogy jó, hogy miért? Még van egy percünk, úgyhogy nyugodtan. De nem mi? Tudom, tehát, és én is követem ezeket az embereket. Ha belegondolsz, egy újság címlapján sem látsz olyan lányt, aki nem tudom, én most leszaladt a büfébe. Ő nem akarod követni, nem akarsz olyan lenni, nem akarod ezt az életérzést, mert neked is megvan. Ági? Igen, szerintem is. Most... Inkább a pozitív és a szép dolgokat szeretik posztolni a nők, tehát nem az, hogy mackó nadrágban otthon vagyok, és kisminkeletlenül szoptatom mondjuk a gyerekem, az nem annyira vonzó látvány, mint mit tudom én egy tengerparton a 6 hetes kisbabámmal, mondjuk annyira életszerűtlen szerintem. Nagyon, már ahogy elkezded mondani. És annyira felháborító néha, igen. Most lehet, hogy csak én vagyok ennyire szélsőséges érzelmekkel teli, de teljesen sokszor szerintem ebben az a probléma, hogy elveszik az egészben a legfontosabb, hogy a gyerekről van szó, és én egy másik állapotba kerültem, tehát anyuka lettem. Tehát ilyenkor azért befelé kéne figyelni, és arra, hogy egy teljesen más élethelyzet érkezett egy kis emberke, tehát inkább befele, mint kifele. És egyébként egy csomó dolognál, szóval ez a sok összetett dolog az, hogy látsz ilyen képeket a szülés utáni depresszióba is maximálisan közel látszik. Én ismerek olyat egyébként személyesen, aki hazavitte az újszülött kisbabáját, és hát belenézett a tükörbe. Nem részletezem, hogy a szülés után milyen a nők hasa, milyen a hasunk, maradjunk annyiban, hogy nem a legjobb formákban vagyunk, és utána elkezdett instagramozni, és azt látta, hogy mondjuk egy sokkal jobb genetikával rendelkező lánynak tök lapos a hasa 3 hét után. És ezért rosszul érezte magát, tehát nem is a szülés utáni depresszió, hanem ez ettől lett depressziós hetekig, hogy ő nem úgy néz ki, tehát nem olyan jó, nem felel meg, nem olyan a szülés az egy nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy egy csomó minden, amit lelkileg addig szépen elnyomtál, az mint egy gejzír, puff, föl tud tenni. Akkor kibukik. Nagyon köszönjük, csajok, hogy itt voltatok. Téma egyébként, de neked is, Laci, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Köszönjük.